Sziasztok, én bele is kezdenék. Hogyan éljük önmagunk legjobb verzióját a bolygók segítségével? Ez a témánk. Én Tündér Boglárka vagyok. Mesélek pár szót magamról. Az édesanyám asztrológiával foglalkozott, úgyhogy már egész kiskoromtól kezdve az életem része a bolygók, a fényszögek, a zodiákus jelek üzeneteinek tanulmányozása. Körülbelül 6 évvel ezelőtt kezdtem el asztrozófiával foglalkozni, és azóta is töretlenül dolgozom vele. A saját magamon is, a családomon is, és másokon is. Mesélek egy kicsit az asztrozófiáról. Tulajdonképpen ez az asztrológiával valaha egyet alkotott. Körülbelül 2500 évvel ezelőtt váltak külön. Az asztrozófia az a csillagok üzeneteivel, illetve azokkal a csillagképekkel, melyeket a csillagok alkotják, azoknak az üzeneteivel foglalkozik. Az emberek évezredek óta, mióta fölnéznek az égre, érdekes módon ugyanúgy kötik össze a csillagokat, függetlenül attól, hogy a bolygó melyik részén, vagy melyik helyen tartózkodnak. A zodiákus kör, amit azt hiszem mindannyian ismerhetünk, 12 zodiákus jellel, az tulajdonképpen úgy született meg, hogy azokból a csillagképekből alkották meg, melyeket a nap egy év alatt érint az útja során. Viszont kihagytak belőlük 2 beavató csillagképet, a Nimrodot és a kígyótartót, melyekkel az asztrozófia foglalkozik. Hogyha megnézzünk egy asztrozófiai elemzést, akkor a csillagképek mellett szerepet kapnak a bolygók, 10 bolygót használunk, és most itt függetlenül attól, hogy a nap az egy csillag, nem egy bolygó, a Plutót már lefokozták, de ugyanúgy tekintünk rá bolygóként, plusz senkit, vagy hát a Plutót biztos, hogy nem érdekli, hogy itt az emberek lefokozták. Illetve ezek a bolygók, ahogy folyamatosan mozgásban vannak, egymással kapcsolódnak, egymással fényszögeket alkotnak. És ezt az egész rendszert, ezt 12 életterületre, 12 házra lehet osztani. Amikor azt mondjuk, hogy egy asztrozófiai elemzést csinálunk, akkor tulajdonképpen megnézzük azt az időpillanatot, amikor valaki született, hogy akkor mi volt az égen. Milyen csillagok, hol álltak, és ez ad egy olyan térképet, amihez mindig vissza tudunk nyúlni. Egy olyan keretrendszert, amiben nagyon tágan lehet mozogni, viszont segít nekünk eligazodni. Ezen kívül, a születési képleten kívül pedig tulajdonképpen bármelyik időpillanatra felállíthatunk egy képletet, hogy éppen most hol mi történik, a bolygók éppen melyik csillagképben vannak. És ez ad egy olyan üzenetet nekünk, hogy mivel érdemes most foglalkozni, mire érdemes az energiánkat fordítani. Ugye azért adtam ezt a címet az előadásnak, hogy önmagunk legjobb verziójának élése a bolygók segítségével, mert azt gondolom, hogy egy bolygó nem jó vagy nem rossz, nem ártó energiát képvisel, vagy nehéz energiát, hanem van valamilyen minősége, amit egy elég tágan lehet megélni, tágan lehet értelmezni, és arról fogok most beszélni nektek, hogy ezek a bolygók mit szeretnek. Mi az, amivel a mindennapokban milyen tettekkel, milyen hozzáállással tudunk segíteni, hogy bekapcsoljuk egy bolygónak a magas minőségét. Azt még fontosnak tartom elmondani, hogy most ugye égről, meg csillagokról, meg hasonló dolgokról beszélünk, viszont ez egy szimbólumrendszer tulajdonképpen. Azt mondja az asztrozófiában, Paksi Zoltán egyébként, aki most ezt így újra élesztette, vagy újra lehozta közénk, sokszor mondja, hogy ami fent, úgy lent. Vagyis hiába nézünk az égre, minden rólunk mesél.
ezek a bolygók, ezek nem egy távoli elérhetetlen helyen vannak, hanem ott dolgoznak bennünk. Úgyhogy én bele is kezdenék abba, hogy végig menjünk a bolygókon, és mindegyikről mesélek kicsit, hogy mivel lehet őket etetni, mi az, amit szeretnek. Kezdenék egyből a nappal, ugye az egész naprendszerünk központja, és a mi képletünknek is az a központja. Értelmezhetjük úgy, hogy az a mi cselekvő részünk. Ahogy én csinálom a dolgaimat, azt mutatja a nap. És általában, amikor így kérdezik, hogy és te mi vagy, így milyen jegy vagy, vagy valami ilyesmit szoktak kérdezni, akkor szoktuk azt mondani, hogy én ikrek vagyok, és akkor ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amikor én születtem, akkor a nap az ikrek zodiákusban volt. És ez tulajdonképpen arról mesél pusztán, hogy én a cselekedeteim által nagyjából mit képviselek, milyen energiát mozgatok. Ami a napnál fontos, annak a minőségnek az elsajátítása, hogy felvállalom azt, hogy ez vagyok én, vagyok, aki vagyok. És megmerem mutatni magamat, megmerem mutatni a fényemet, merek ragyogni másokra azt képviselni, amire azt mondom, hogy én vagyok, hogy ez az önmagam. A nap ad egy cselekvő erőt. Vagyis nem elég elképzelni a dolgokat, nem elég vágyni a dolgokat, hanem cselekedettekké is kell váltani. Fontos, hogy meglegyen a fizikai, kézzelfogható mindennapi életben is az az energia, ami lehet egy szellemi erő, viszont ezáltal válik kézzelfoghatóvá. A napnál még fontos, és ez több helyen is vissza fog köszönni, az, hogy szeretem magam. Hogy mennyire tudom elfogadni magam, mennyire tudom szeretni magamat. Vagy mennyire vagyok kritikus magam felé. És ez nyilván mindannyiunknak egy folyamat. Minden reggel, amikor belenézünk a tükörbe, akkor nem ugyanúgy vagyunk magunkkal, viszont biztos, hogy kifizetődő, hogyha beletesszük a munkát, beletesszük az önmunkát abba, hogy a kedvességet, a szeretetet először magunkkal áramoltassuk. A napnál még azzal lehet emelni, hogyha élvezzük az életet. A naphoz az életörömök is kapcsolódnak. Megtalálni azokat a dolgokat, amik valóban boldogságot hoznak. És nem baj, hogyha nincs semmi értelme, nem baj, hogyha ez nem szolgál másokat, vagy nem kapunk érte pénzt. Az a lényeg, hogy ezt azért csinálom, mert nekem jó. És az elég, ez bőven elég. Az elején három úgynevezett személyiségjelölő bolygóról beszélek, melyik közül az egyik a nap, a másik a hold, aki az érzelmeinket mutatja meg, arról mesél, hogy érzelmileg, lelkileg hogy vagyok, milyen motivációim vannak ezen a területen. A hold sokszor azt kéri, hogy legyek rugalmas. Függetlenül attól, hogy mik történnek, én hajladozom, mint egy fűszál. Van egy kivillenthetetlen alapom, viszont rendben van az, hogyha kicsit erre dőlök, kicsit arra dőlök. A holdnál megjelenhetnek a kizárt, elnyomott érzéseink. Azzal való foglalkozás tudja emelni a holdunkat. Ezt sokszor onnan tudhatjuk, hogy nagyon zavar a másikban. És kritizáljuk a másikban. Kritizáljuk a saját felmenőinkben. Hogyha megnézitek azt, hogy jellemeznétek anyukátokat, mi az, ami anyukátokba zavart titeket? Az egy csodás kiinduló alap arra, hogy,
hogy belemenjetek azokba a holdat úgymond alacsonyabb szinten tartó gondolatokba, érzésekbe, amelyeket megdolgozva ezt lehet emelni. A holdhoz tartozik továbbá az álmaink, az intuíciónk, a nem látható világ, az a rész, ami csak sötétedés után tud előjönni bennünk, az azzal való foglalkozás. Hogy ott van a nap, amelyik a kézzel fogható, a cselekvő, a kiáradó rész, de ugyanannyi jogosultsága van bennünk a holdnak, a befogadó, az érzelmekkel dolgozó résznek is. Azt gondolom, hogy ez a világon is egyre inkább teret kap, egyre inkább kéri magának a teret, hogy ne csak ez a folyamatosan megyek és csinálom és előre haladok, hanem ez a befogadás, ez a megengedés is meg tudjon jelenni teljes erejével. Ezt még elmondanám a holdhoz, hogy a hold, mint az anyai minőség, az anyasság, a saját anyasságunk az anyánkkal, illetve a női felmenőinkkel, és ugye férfiaknak, nőknek egyaránt vannak női felmenőik, az ezekkel való munka is ez ide tartozik. Sokszor nőként belecsúszunk az áldozati szerepbe, a mártír szerepbe, abba, hogy háttérbe szorítjuk magunkat a családunk miatt. Viszont ez tulajdonképpen csak egy ilyen látszólag ad a többieknek, vagy látszólag tűnik úgy, hogy ez egy pozitív dolog. Viszont azok a dolgok, amiket ebből a mártír, ebből az áldozati minőségből csinálunk, az tulajdonképpen senkinek sem jó. És azt gondolom, nekem van három kisgyerekem, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen energiából vagyok az anyjuk, milyen energiából segítem őket, hogy készítem el azt a vacsorát, melyik részem teszi bele az ételbe magát. A harmadik, ahogy az említettem az előbb, a három személyiség bolygó közül a harmadik, a Merkur, amelyik pedig a szellemi működésünkért, a gondolatainkért, a kommunikációnkért felelős. Vele zárjuk ezt a személyiségjelölő területet. A Merkurt azzal lehet leginkább segíteni, hogyha uralom a gondolataimat. Ennek az első lépése az, hogy egyáltalán eldöntöm, hogy mi az, amit tényleg én gondolok, és mi az, amit bennem valaki gondol. Akár mik azok a gondolatok, amiket átveszek a felmenőimtől, amiket egyszerűen megörökölök. Mik azok a gondolatok, amiket megörökölök a környezetemtől, hogy egyszerűen amiatt gondolom, mert ma Magyarországon az emberek ezt gondolják, vagy mert abban a régióban így gondolkoznak valamiről. És sokszor észre se vesszük azt, hogy ez nem is én vagyok, hanem csak magamra veszem. Sokszor könnyebb úgy hozzáállni valakihez, vagy valamihez, mint a többiek. Hogyha három ember valakit kinéz a közösségből, akkor sokszor könnyebb közéjük állni, hogy hát ez szerintem is nagyon gáz, mint azt mondani, hogy figyelj, én nem is ezt gondolom róla, ez nem is én vagyok. Tehát ezzel mindenképpen meg lehet dobni a Merkurt. A másik dolog még, ami ide kapcsolódik, egy olyan fajta kommunikáció, amiben meghallgatok és meghallgattatok. Arra gondolok, hogy amikor beszélek valakivel, én ezt magamon is megfigyeltem meg, azt hiszem, hogy ez egy általános dolog, hogy amikor beszélünk, tehát hogy beszélgetünk, akkor amíg a másik beszél, addig én azon gondolkozom, hogy majd én mit fogok erre reagálni. De közben akkor nem figyelek a másikra, hanem magamra figyelek.
És ez szerintem ez oda-vissza meg tud jelenni. Tehát amit itt szerintem lehet csinálni, el lehet kezdeni bevezetni, hogy a figyelmem sugarát teljesen a másikra irányítom. És én csak vagyok. Én csak hallgatok. Adom a másiknak azt a teret, amiben ő meg tud nyilvánulni. És aztán ezt megengedem, hogy megtörténjen fordítva is. Megengedem magamnak azt, hogy én legyek a reflektorfénybe, a másik reflektorfényébe. A harmadik dolog, ami szerintem itt segíteni tud, az, hogy olvasok a jelekből. Nem tudom, veletek már megtörtént-e. Általában azt szokták mondani, hogy hát az élet hogy büntetett, hogy megkaptam azt, hogy valamilyen rossz dolog történt amiatt, hogy ebbe az irányba mentem, abba az irányba mentem. És hogyha jobban megnézzük a folyamatot, ez már a tizedik jel, amit végre észreveszünk, hogy hát lehet, hogy nem erre kéne menni. És azt gondolom, hogy először csak finom jeleket szoktunk kapni, hogy van egy olyan belső érzet, hogy hát kicsit összeszorult a gyomrom, hogyha arra gondolok. Hát annyira nem tölt fel, hogyha a másikkal találkozom. Nem vagyok annyira boldog ebben a kapcsolatban. Viszont ezeken a jeleken könnyedén túllépünk, várva, hogy eljussunk odáig, amikor már tényleg olyan rossz, hogy muszáj változtatni. Tehát olvasni a jelekből akkor is, amikor még csak egy finom jelzés van. A következő bolygó, amiről szeretnék beszélni, az a Vénusz. A Vénuszról azt szokták mondani, hogy hát a Vénusz az nagyon könnyű. Csak a szerelem, a harmónia, azzal nincs különösebb munka. A Vénuszhoz tartozik az a női részünk. Mindannyiunknak van női része. A Vénuszhoz tartozik az a szerető, az a csábító nő, akit azt gondolom, hogy nem kap elég teret a manapság. Mert hogyha egyrészt azért, mert gyerekkorunkban azt gondolom, hogy ez egy sokszor sérült részünk. Egyrészt, mert anyukánktól nem láttunk mintát arra, hogy milyen az, hogyha valaki egyszerre anya, és egyszerre lehet csábító is. Másrészt azért, mert sok ítélkezés van benne szerintem, így a kollektívben, hogy aki vonzó, aki csábító, ő már biztos, hogy kurva, ő már biztos, hogy elveszi a pasim. És sokszor nem engedjük meg magunknak ennek a női minőségnek, a női szexuális energiának az áramoltatását. A Vénuszhoz a szerelem tartozik, viszont kevésszer hangzik el, hogy lehet szerelmesnek lenni magamba, lehetek szerelmes az életbe. A Vénuszhoz továbbá az itt a Földön, a kézzel foghatóan megtapasztalható öröm, gyönyör állapota is kötődik. Velem biztos, hogy megtörtént, és azt gondolom, hogy az én ismerettségi körömben is sokszor megtörtént, hogy elindultunk egy spirituális úton, és elhanyagoltuk a testünket, elhanyagoltunk azt a nézőpontot, hogy egyébként ide azért jöttem, hogy legyen testem. És elkezdtem a lélek dolgaival, az érzelmeimmel foglalkozni, viszont nem tettem annyi időt, annyi pénzt, annyi energiát, stb. Abba, hogy a testemmel is foglalkozzam, mert hogy azt már meghallattam, ez egy alantos dolog, stb. Tehát én arra hívlak titeket, hogy érdemes visszatérni oda, vagy hogyha ott vagytok, akkor érdemes tovább foglalkozni azzal, hogy ez a részünk is jól legyen, ez a részünk is teret kapjon. A Vénuszhoz tartozik még az emberi hang. És ezzel is lehet erősíteni a Vénuszt, hogy megtaláljuk a saját hangunkat. Kipróbálhatjátok
hogy milyen felvenni a hangotokat, és aztán visszajátszani magatoknak. És hogy jó érzése, örömet, elégedettséget okoz-e, hogy halljátok magatokat, vagy egy ilyen nagyon furcsa, nagyon ismeretlen, esetleg szégyenteli állapot az, hogyha kívülről hallom magamat. A hanghoz ugye az éneklés is kapcsolódik. A Vénuszhoz a művészetek is kapcsolódnak, a kreativitás. És nem azt mondja a Vénusz, hogy akkor mindenkiből legyen művész, vagy mindenkinek legyen jó hangja. Viszont, hogyha csak csinálod, és örömedet leled benne, az bőven elég. A Vénusz párja, a Mars, amíg a Vénusz a női típusú teremtő energia, ami szintén hangsúlyozom, hogy ez a férfiakban is megvan, az a befogadó teremtő energia, addig a Mars pedig a kiáradó, ami szintén nőkben is megtalálható. A Marshoz sokszor az agressziót, a feszültséget társítják, viszont ez nem a magas szintje a Marsnak. A Marshoz, amit a Mars igazán szeret, az például a sportok. Mert a sport során megjelenik az önlegyőzés, megjelenik a tudatosság, és nem feltétlenül arra biztatlak titeket, hogy kezdjetek el futni, hogyha utáltok, vagy járjatok edzőterembe. Viszont érdemes megtalálni azt a típusú energialevezetést, azt a típusú odaadom a testemet ennek a folyamatnak, és legyőzöm magamat ezáltal, ezt a típusú működést, ami számotokra komfortos. A Mars magas szinten még a tudatosság bolygója. És én azt gondolom, hogy akik itt vagyunk a fesztiválon, mind ebbe az irányba haladunk, és mind ebbe az irányba törekszünk. És hogyha ezt a mindennapokban megtaláljuk, hogyha a mindennapokban éberek vagyunk arra, hogy ahogy az elején kezdtem, hogy mi az, amit érzek, mi az, amit gondolok, és ezt utána milyen cselekvő erőre váltom, akkor az maga a tudatosság. A Marsot egyébként azzal lehet nagyon, nagyon segíteni, hogyha felülmúlom önmagamat. Itt vagyok például egy teljesen introvertált emberként, hogyha hárman hallgatnak, azt már soknak érzem, viszont hoztam egy döntést, hogy felülmúlom magamat, mert fontosnak érzem, hogy erről a témáról beszélgessünk. Fontosnak érzem, hogy ez a téma meg legyen halva. Úgyhogy most itt vagyok. A Mars még egyébként a bátorsághoz kötődik. És ez a bátorság ugye nem az, amikor bátran csinálok valamit, és ezzel semmi gond nincs, mert én amúgy is bátor vagyok. Azt gondolom, hogy a bátorság ott indul, hogy túl kell lépnem, hogy túllépek magamon. Hogy nem hagyom, hogy a félelmem kerekedjen felül, hanem a félelmemet felhasználva, vagy háttérbe szorítva, mégis csinálom, mégis bátran odaállok. A Mars és a Vénusz, ugye ezek a teremtő bolygók, ezek a kreativitásunkról szólnak, a teremtő erőnkről, és aztán tovább megyünk a Jupiterre. A Jupiter az Istennel való kapcsolat, a hit, az igazság bolygója, és azt gondolom, hogy ezek a minőségek szintén belső minőségek. A hitünk nem csak az Isten felé irányul, hanem saját magunk felé, hogy hiszek magamba. És ezt kérdezi a Jupiter, hogy mennyire hiszel magadba, mennyire hiszed el azt, hogy sokkal többet ki tudsz hozni abból, amilyen vagy, az életedből. Mennyire engeded meg, hogy a felsőbb éned, az isteni éned vezessen, hogy ő segítsen meghozni a döntéseket. A
ami a Jupiternek jót tesz, az a hála érzése. Hogyha ezt be tudjuk építeni a mindennapjainkba. Hogyha úgy fekszünk le mondjuk esténként, hogy végigmegyek azon, hogy mi az, amiért ma hálás lehetek. És ezek lehetnek teljesen egyszerű, teljesen megszokott dolgok. Viszont én fel tudom ébreszteni magamban a hála érzését. A Jupiterhez még kapcsolódik a megbocsátás. Azt gondolom, hogy ha igazán mélyre nézünk, akkor általában saját magunknak van szüksége megbocsátásra, mert nem a másikra haragszunk, nem a másikra neheztelünk, hanem magunkra. A Jupiterhez még a távlatokba gondolkozás tartozik. Hogy nem hagyom azt, hogy a mindennapok apróbb dolgai vonják el az energiámat, vonják el a figyelmemet, hanem hogy ki tudom tágítani a horizontomat, hogy nagyban tudok gondolkozni, hogy megengedem, hogy nagyszabású legyek, nagyszabású tervekkel, nagyszabású célokkal. És a Jupiter után a Szaturnuszról fogunk beszélni. A Szaturnuszt valamiért egy nagy mumusnak tartják, fő problémák okozójának tartják a Szaturnuszt. A Szaturnusz az egyik mesterbolygó, ami szintén hangsúlyozom, hogy ezek belső minőségek. Ez a mester, ez bennünk van, mindenkiben van mester. És a Szaturnusz egyszerűen azt szeretné, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, hogy a legcsiszoltabb gyémántokká váljunk. És hogyha a kedvébe járunk, akkor egy nagyon erős támogató erőt tud mögénk rakni. A Szaturnusznak azt mondják, hogy ott a korlátok vannak, hogy korlátozva érzem magam. És mi lenne, ha ezt átfordítanánk úgy, hogy felismerem azokat a korlátokat, amiket magamnak állítottam, és utána meghaladom őket. Hogy megnézem azt, hogy ez a korlát, ez hol fal, amiben folyamatosan beleütközök, és hol keret, ami megtart, viszont szabadon mozgatható. Ez lehet egy rugalmas keret is. A Szaturnusz, amit nagyon szeret, az a pontosságot. A Szaturnusz az idő ura. Szereti, hogyha pontosak vagyunk, hogyha kézben tudjuk tartani az időnket, hogyha nem folyik szét az időnk. Illetve, ami még ehhez kapcsolódik, az az önbizalom és az önértékelés. Amivel én azt gondolom, hogy ebben mindannyian tudunk változni, és mindig van hova emelkedni. Egyébként a Szaturnusz az egy ilyen masszív, kemény minőség, és arra biztat minket, hogy tapasztaljunk, hogy ebben a világban éljünk. És ez a tapasztalat fogja adni azt a bölcsességet, ami által ezt a mesteri állapotunkat tudjuk működtetni. A Szaturnusz haladása az egy ilyen lépésről lépésre történik. Tehát amikor valami felé megyünk, kitűztünk valamit magunk elé, és haladunk, mindig valamit beleteszünk, de nem úgy alakulnak a dolgok, akkor a Szaturnusz azt mondja, hogy csak légy türelmes, csak légy kitartó, meg fog jönni a gyümölcse. Ugyanakkor megkérdezhetjük magunktól, hogy ez most most meg türelmes vagyok, vagy egyszerűen szabotálom azt, hogy a célbeérés, szabotálom a cselekvés kivontakozását. Kétféle meditációs technikát különíthetünk el, ami hogyha mondjuk a bolygókat tekintjük. Van, majd oda is el fogunk jutni a Neptunusznál, az a teljesen belemegyek, teljesen odaadom magam a folyamatnak. Mikor átadom magamat, és egyé válok. A Szaturnusz meditációs technikája pedig a koncentrált figyelem.
leginkább az IS-hoz tudnám hasonlítani, aki teljesen egyé válik a nyilvesszővel, és teljesen egyé válik azzal a ponttal, amit megcélzott. És azt gondolom, hogy a mai világban ez az ilyen multitasking, meg van nyitva 10 böngésző ablak, és közben a telefon szól, és 3 csetben is benne vagyok. Ez egy nagyon elfogadott, és egy elég gyakori állapot. A Szaturnusznak ez nem tetszik. Ő azt mondja, hogy csinálj egyet, viszont abba teljesen adod a magad, abba teljesen adod a jelenlétedet. És a Szaturnusszal ér véget a látható világ történései. A Szaturnusz az utolsó olyan bolygó, amit szabad szemmel láthatunk, hogyha felnézünk az égre. És ezután az úgynevezett messianisztikus bolygók következnek, amik szabad szemmel nem láthatóak, illetve sokkal-sokkal hosszabb keringési idejük van. Ez alatt azt értem, hogy a következő bolygó, mondjuk az Uránusz, amiről beszélni fogok, 84 év, amíg megkerüli a napot. Ez azt jelenti, hogy ahol most van az Uránusz, ott lehet, hogy megint lesz a mi életünkbe, de elég valószínű, hogy nem lesz már ugyanott. Egy olyan üzenetet hoz az Uránusz tulajdonképpen minden pillanatban nekünk, ami megismételhetetlen, ami egy vissza nem térő lehetőség. Az Uránusz ugye a szabadságot szokták hozzákötni, a korlátok meghaladását, átlépését. Ez a szabadság, ez általában egy olyan belső folyamat, hogy felszabadítom magamat a saját korlátozó hitrendszereim alól. A megújulás képessége az megint csak azt kérdezi az Uránusz, hogy oké, hogy most ezt csináltad, és ez lehet, hogy bevált, lehet, hogy nem vált be, de képes vagy a szöges ellentétet csinálni. Van-e egy olyan stabil középpontod, meg hozzá tudsz-e kapcsolódni az a stabil középponthoz, ami lehetővé teszi azt, hogy most éppen ez van, és aztán teljesen megújulok, teljesen új rendszert alakítok ki magam köré. Az Uránuszt, amivel nagyon lehet emelni, az a szellemi tisztaság. Vagyis ez alatt azt értem, hogy tisztán tartom a gondolataimat. Hogy nem pörgök folyton azon, hogy most mit sugároz a média, mit mond a híradó, a környezetemben mitől félnek az emberek, milyen pletykák vannak, hanem ettől folyamatosan egyrészt megtisztítom magam, és ez nem kell elmenni senkihez, ezeket saját magunknak is meg tudjuk csinálni. Az a fény, a zuhatag, ami sokszor mondjuk egy vezetett meditációba előjön, ahhoz korlátlan hozzáférésünk van. Ezt minden reggel, minden este mi is meg tudjuk csinálni. Ugye korábban volt szó a Jupiterről, a saját isteni énemhez való kapcsolódásról. És ebbe az a legcsodálatosabb, hogy ez nem kell semmi. Az Uránusz, ugye mondtam ezt a szabadságot, az újítást, az is segít neki, hogyha a nap apró részeiben behozok valami újítást. Nem kell egy korszakalkotó újításnak lennie. Elég az, hogy általában fahéjjal iszom a kávém, most valahogy máshogy fogom. Általában ezen az úton haladok a munkába, de én most szeretnék egy kicsit az Uránusznak segíteni. Most választok egy másik utat. Ilyen teljesen apró dolgokkal hozzá lehet ehhez járulni. Az Uránusz szabadsága a félelmektől való szabadság állapotáról mesél. Mennyire hagyom, hogy a félelmeim fogva tartsanak, mennyire a félelmeim által hozom meg a döntéseimet, mennyire amiatt vagyok valamilyen, mert félek attól, hogyha megmutatom magam másoknak, akkor
nem fognak szeretni, vagy nem fognak elfogadni. Illetve, amit már a Holdnál is említettem, az, hogy hallgatok a belső hangomra, hallgatok az intuícióra. Vannak olyan hirtelen jövő belső sugallatok, belső megérzések, amiket általában el szoktunk hesegetni, vagy észre se vesszük, hogy most jött egy jó ötlet, vagy megszólalt a belső hangom, hogy figyelj, nem biztos, hogy ezt kéne csinálnod. Az Uranus nagyon lehet emelni ezzel, hogy vagy igenis hallgatok erre, igenis merek hallgatni a belső hangomra, az intuíciómra. Az Uranus után Neptunus szintén egy nagyon lassú keringési bolygó. Általában, ami leginkább az emberek eszébe szokott jutni a Neptunusról, az összeolvadás, az egyéválás, az egység megtapasztalása a másikkal, hogy nem vagyunk elkülönülve, hanem egyet alkotunk. Én ezt megint visszaforgatnám magunk felé, hogy mennyire tudok egyéválni az összes részemmel. Mennyire tudom elfogadni minden apró részemet, az úgynevezett hibáimat, a tökéletlenségeimet, a testemmel való viszonyt. Amitben lehet emelni a Neptunuszt, az a függőségektől való megszabadulás. Akár az alkoholra, akár a kábítószerre, akár legális, akár illegális tudatmódosító szerekre gondolok, amik külön, tehát, hogy megint csak nem kell valakinek egy drogfüggőnek lennie ahhoz, hogy azt gondolja, hogy ez az az út, ami segíteni fog neki eljutni egy valamilyen állapotba, ami segít majd összekapcsolódni a teremtővel. A Neptun a magas szinten a meditáció. Én mind a két utat próbáltam, és azt gondolom, hogy tisztán egészen más minőségeket tapasztalhatunk meg az Istenihez, az egységhez való kapcsolódáshoz. A Neptunuszhoz szintén a félelmek is kapcsolódnak, a félelmektől való megszabadulás. Megnézni azt, hogy mik vannak a mélyben. Mik azok az igazán mély belső félelmek, belső folyamatok, amiket tudattalanul működtetünk folyamatosan, anélkül, hogy rálátnánk, anélkül, hogy hozzáférhetésünk lenne. Ezeket a sokszor sötétben tartott, figyelmen kívül hagyott részeinkkel való kapcsolódás, ezeknek a megdolgozása, ezeknek a traumák, esetleges traumáknak a feloldása, ezekre hív minket a Neptun. Mivel ezeken a részeken egy hatalmas erőt is elraktunk. Egy olyan felszabadító erőt, amivel sokkal kiteljesedettebben, sokkal önazonosabban tudjuk élni az életünket. A Neptunus után pedig a Plutó jön. A Plutó pályája 248 év, amíg egy kört megtesz. Tehát ebben az esetben már tényleg azt mondhatom, hogy valószínűleg kevesek fogják megélni a Plutó visszatérésüket, hogy amikor ugyanott áll a Plutó, mint amikor születtek. A Plutó egy olyan belső tűz, egy olyan lélek tűz erejét képviseli, ami segít nekünk abban, hogy a legmélyebb gödörből is fel tudjunk állni. Amikor úgy érezzük, hogy teljesen darabjaira hult az életünk, és nincsen semmilyen megoldás, nem találjuk a kapaszkodót, akkor ez az az erő, ami fel tud minket emelni. És amivel ezt be lehet kapcsolni, az, hogy hozok egy döntést, egy tudatos döntést hozok, hogy én már mást választok. Én már nem azt szeretném, hogy ez legyen az életem. A Plutó arra hív, hogy a mély belső vágyainkat megtaláljuk, felszínre hozzuk.
hogy annak az erejét éljük. Például, ha megnézzük azt, hogy mi az, amire igazán vágytunk gyerekkorunkba, minek képzeltük magunkat, milyennek képzeltük az életünket, és megnézzük, hogy most hol tartunk, ez mennyire valósult meg, vagy mi az, ami megjelent az életünkbe, csak egy kicsit más köntösben. Erről mesél a Plútó. Amire a legnagyobb szüksége van a Plútónak ahhoz, hogy ezt a mély, belső, transformáló erőt beindítsa, az a szenvedély. Az, hogy szenvedéllyel tudjuk élni az életünket. A Plútó azt kérdezi, hogy a szenvedést vagy a szenvedélyt választod. Mert mind a kettőben nagyon jó tudsz lenni. Én nyomom az energiát. Akár ebbe, akár abba. A mi szabad választásunk az, hogy melyik úton induljunk el. A szenvedély, és itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy a párkapcsolaton belül, vagy a szexuális szenvedély, hanem arra, hogy amikor kinyitom a szememet, akkor azt mondom, hogy bassza meg, mert megint egy újabb nap, inkább még visszafekszem, már a szundit 20-adjára nyomtam ki, mert nincs energiám, hogy tovább folytassam, vagy megvan az az életszenvedély, hogy ez megint egy kurva jó nap lesz, mert olyanná teremtem az életemet, amit igazán élvezetes, amit várok, ami inspirál. Ami segít, azok a kérdések, amik segítenek még a Plútót működtetni magas szinten, hogyha megnézitek, hogy hol vagytok kiszolgáltatottak, hol mentek alá másoknak, hol hagyjátok, hogy az erőtöket valaki más használja. A Plútót mondják az alvilág urának is, Hádész a mitológiai megtestesítője. De ez az alvilág, ugye, ez a mi saját alvilágunk, amikor azt mondja, hogy őrzi az alvilágot, meg a pokolura, meg stb., akkor az a mi belső minőségünk, ami megint csak azt mondja a Plútó, hogy fogjuk meg a lámpásunkat, és menjünk le oda a vak sötétbe, és nézzük meg, hogy milyen démonok vannak ott. Mik azok az erők, mik azok az érzések, amiket ott hagytunk. És mik azok a kincsek, amiket oda rejtettünk el. Mert hogyha ezt a területet bevilágítjuk, feldolgozzuk, megéljük, világossá tesszük a sötétet, akkor az megint csak ad egy olyan emelő erőt, ami bárhonnan ki tud húzni. A Plútóról lehet olyanokat olvasni, hogy hát a Plútó mindent elvisz, lerombolja az életemet, tönkreteszi az eddig felépített dolgokat. A Plútó a másik mesterbolygó, a Szaturnusz mellett azt szeretné, hogy a legjobb verziónkat hozzuk ki. Azt viszi el a Plútó, aminek már nincs ideje, ami nem a szereteten alapul, ami nem a belső örömünkön alapul, aminek már nincsen létjogosultsága, csak nem vettük észre, hogy az már nem is az az ember vagyok, mert nem is ez az élet, amire már hivattam. Ebben a belső alvilágban olyan témák lehetnek, amik az ösztöneinkhez kapcsolódhatnak, a szexualitásunkhoz, a félelmeinkhez kapcsolódhatnak. Ott vannak azok az indulati erők, amiket nem mindig merünk megélni mások felé. Vagy úgy éljük meg, hogy nagyon sokáig nyelek és tűrök, és nem szólok semmit, és aztán kirobbanok. És akkor jöhet minden. Hogyha ezeket át tudjuk transformálni, akkor már nincs szükség erre. Már nincs szükség ezekre a végletességekre, a robbanásokra. Nincs szükség arra, hogy lesöpörjön mindent az asztalról a Plútó. Amivel indítottam, hogy nem rossz fényszegek, meg rossz bolygók vannak, hanem adják az energiát. És mi választjuk a szabad akaratunk által, hogy szeretnénk megélni, hogy melyik verziót vesszük ki a kalapból. És én erre hívlak titeket, hogyha most lehet, hogy ez így egyben soknak tűnik, és
És hogyha végigvesztitek, hogy hát akkor ébredéstől lefekvésig mennyi mindenre kell figyelni, akkor az egy elég komoly plusz munkát. Viszont hogyha csipegettek egy kicsit ebből, egy kicsit abból, akkor segítenek igenis a bolygók megteremteni a harmóniát. Megteremteni azt a jó viszonyt magaddal, amin tulajdonképpen minden más viszony alapszik. Hogyha én ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha van kérdésetek, akkor arra hívlak, hogy beszélgessünk a témáról, hogy ti mit gondoltok, hogy a ti életetekben hogy jelennek meg ezek a minőségek, amikről most szó volt, akkor én szívesen továbbadom a mikrofont, és örülnék egy beszélgetésnek veletek. Ezzel tudjátok emelni a Plutótokat és a Marsotokat is, hogyha meghaladjátok magatokat a mikrofon használat terén. Rögtön egyből el lehet kezdeni. Adhatok hozzá a mikrofont? Sziasztok! Na, egyrészt most hallom a hangomat. Igen, és hogy kapcsolódik a bolygók az emberekhez? Mi köze van hozzá, hogy befolyásolja az embert a bolygó? Egyrészt, ahogy mondtam, ezek szimbólumok. Hogy most azt mondom, hogy hát a Marsodat meg tudod emelni, de közben az egy olyan belső erőd, egy belső férfi típusú aktív erő, ami nem kötődik a bolygókhoz, hanem ez benned van, ez te általad létezik. A másik válaszom erre az, hogy ezek a bolygók tulajdonképpen élő entitások. Sugároznak magukból egy energiát. Ugyanúgy, ahogy mi is élő entitások vagyunk, akik sugárzunk magunkból egy energiát. Ugyanúgy, ahogy ha összekapcsolódom veled, megnyitom a szívemet feléd, ezt ugyanúgy meg lehet a bolygókkal is csinálni. Ugyanúgy rájuk lehet hangolódni. Nem tudom, hogy megkaptad-e a választ a kérdésre. Odaadhatom a mikrofont, hogy a többiek is halljanak? Csak azt kérdeztem, hogy az sem mindegy, hogy na, igen, nagyon fura fújszalani hangomat, ez borzasztó. Na, szóval, hogy melyik házban van az adott bolygó? Mert értelemszerűen ott fejti ki jobban a hatását, nem? Most nálam első házas Plutó, vagyis a Plutóm az első házban van, és Skorpió. Úgyhogy nagyon jó kis dolog, és mondjuk ott nálam ugye a belső félelmek, ugye az én háza az első ház. Tehát nekem ott vannak ezek a korlátaim, gondolom a Plutó által, és azt megtámogatja gondolom a Skorpió is, hogy ezek ilyen nagyon mélyre tudnak menni. Nem tudom, hogy most jól mondtam-e. Igen, abban most ugye nem tértünk ki arra, hogy akkor kinek hányos házában van melyik bolygó, mert akkor ez egy nagyon hosszú előadás lett volna. Hogyha egy képletet nézünk, akkor a bolygók adják a cselekvő erőt. És az, hogy hol vannak, azt megmutatják, hogy hova adják azt a cselekvő erőt. Tehát ha a Plutód, most mondtad, hogy az egyes házadban van, akkor az feléd irányul. Ez egy személyes kérdés számodra, hogy mennyire éled szenvedéllyel az életedet. Vagy szenvedéssel, igen. Hogyha ez a négyes házban van, akkor meg egy más témát, akkor meg a család tagjai tükrözik vissza neked azt, hogy működteted a Plutód. És annak a mondatnak, hogy
ami fent úgy lent, az a folytatása, hogy ami kint úgy bent. Tehát a többiek is tulajdonképpen a mi segítőink, a mi tükreink abban, hogy felismerjük a témáinkat, hogy felismerjük a működési módjainkat, hogy meglássuk azt, hogy mi hogy vagyunk az életben. Hogyha te robbansz valami miatt ma, akkor lehet, hogy neked egy kardinális helyen van a Plutód. És ez azt jelenti, hogy kardinális kérdés neked, hogy megnézd azt, hogy mire használod a robbanásod energiáját. Miért kell neked robbannod ahhoz, hogy meg tudjon jelenni ez a belső erő? Hogyha egyébként ez a téma valakit mélyebben érdekel, akkor érdemes egy asztrozófushoz, akár hozzám, akár más asztrozófusokhoz is elmenni egy egyéni képlet elemzésre, ahol azzal foglalkozunk, hogy neked személyre szabottan, hol vannak ezek az energiák, neked miről szól az életedben, hogyan tudod te azokban a házakban, azokkal a bolygókapcsolatokkal leginkább működtetni magad, azokból kihozni a legtöbbet, hogy milyen csillagképek üzenete árnyalja ezeket a témákat, amikről mondjuk most beszéltünk. Mert nyilván egy halakban lévő Plutó, meg egy kosban lévő Plutó egészen máshogy fog megnyilvánulni. És nyilván ez a többi bolygóra is igaz. Nem tudom, hogy megkaptad-e a kérdésedre a választ. Odaadom a mikrofont. Köszi. Szerintem nagyon sokan foglalkozunk a sors meg a szabad akarat összefüggéseivel, és akkor azt szeretném kérdezni, értem, hogy nem determinálnak a bolygók, tehát az egy pillanat, tehát a születésünk pillanatában nyilván hatnak valamilyen energiával, vagy behangolnak, vagy nem tudom. De hogy van ebbe ilyen, mert én a sors meg a szabad akarat viszonylatát egy ilyen kölcsönösségi viszonynak érzem, hogy van valamekkora játszóterünk, és ott mi döntjük el tulajdonképpen, hogy merre fordítjuk a fejünket, és mi van a fókuszunkba, de hogy kapunk lehetőségeket, és akkor élhetünk, vagy nem élhetünk vele, hogy ez igazából, mondjuk én elég egy ilyen félős vagyok attól, hogy megtudjam a jövőt, vagy a sorsot, vagy a bármit, szóval engem ez így egy kicsit hibernál ezen a területen, meg nagyon bonyolult is ez a csillagászat, meg a asztrozófia, az még bonyolultabb szerintem. Tehát olyan összefüggéseket gondol az ember, vagy lát benne, amiben úgy nagyon bele lehet zavarodni, vagy hogy mondjam, tehát nagyon összetettek ezek a dolgok, hogy ez, hogyha mondjuk elmegy valaki, megcsináltatja a horoszkópját, horoszkópját, akkor az tud adni egyfajta segítséget, vagy támaszt, vagy tehát, hogy én mondjuk jó sors sem megyek, tehát, hogy nem szeretnék ezekkel a dolgokkal, ami mondjuk rám nézve negatív bumként hat, hogy ezek ilyen eszközök igazából, tehát jól értem, mert valami ilyesmit érzek, hogy talán ilyen eszközöket ad a kezünkbe, hogy mit érdemes, meg mit nem, hogy jól érzem ezt, hogy az egyéni horoszkóp azt talán erre tud rávilágítani? Köszönöm. Az egyik dolog, ami elhangzott, az, hogy a sors meg a szabad akarat hogy kapcsolódik. Azt gondolom, hogy amikor megválasztottuk azt az egy pillanatot, amikor mi megszülettünk erre a bolygóra, az se véletlenül történt. Nem véletlen az, hogy éppen akkor születtem meg, éppen ott születtem meg. A leszületés előtt úgy gondolom, hogy mi már kiválasztottuk azt, hogy mikor fogunk megszületni, hova fogunk megszületni, milyen családba jövünk, kik azok az emberek, akikkel együtt fejlődünk, akik által megtanulunk valamit.
szerintem, hogyha valaki egy asztrológus, egy asztrozófus, hogyha elmész hozzá és azt mondja, hogy figyelj, veled két hét múlva ez fog történni, akkor ő nem mond igazat. Mert ahogy végig ugye beszéltünk róla, elmondtam mindegyik részhez legalább öt dolgot, öt verziót. Nem állapítható meg, azt gondolom, ilyen konkrétan. Hogyha azt mondom, hogy hold, akkor az biztos, hogy azt jelenti, hogy anya leszel. Mert ugye mondtam hozzá, és még sorolhattam volna a felmenőinket, az anyasághoz való viszonyunkat. Egyébként a férfiaknak is van holdja, a férfiak is anyák, a vállalkozásuk anyai, és a projektjeik anyai. Tehát ez nem egy olyan minőség, ami, hogyha ránézek egy képletre, akkor ez biztos, hogy egy nő képlete, mert a holdja úgy áll. Abban segít egy asztrozófiai elemzés, hogy betájoljon, hogy adjon egy belső megerősítést, hogy az az út, amin haladok, az az út, amit én kijelöltem magamnak. Hogy azok a nehézségek, amikkel folyamatosan találkozom, azok nem arról szólnak, hogy rossz úton vagyok, hanem haladok rajta, és dolgozom rajta, és a Szaturnuszomat a lépésről lépésre azt működtetem, vagy pedig arról szól, hogy ez egy jel arra, hogy figyelj, egészen más dolog, amit kijelöltél magadnak. És ott van benned, és várja, hogy észrevedd, és várja, hogy felélezd. Erre gondoltál? Illetve még azt hadd mondjam el a jövőhöz, hogy én egyébként Theta Healinggel is foglalkozom, hogy azt gondolom, hogy a jövő se fix, hanem a döntéseink által, a belső munkánk által, azon, hogy változtatunk magunkon, azzal változik, az a jövőnk is változik, az az út, ami előttünk van. Szeretné még valaki hallani a hangját a mikrofonban? Lehet. Tolmácsom. Mi a különbség az asztrozófia és az asztrológiai elemzés között? Az asztrológia a 12 zodiákus jeggyel foglalkozik. Abba teszi bele az már említett bolygókat, abba teszi bele azt a 12 életterületet, amivel amúgy az asztrozófia is foglalkozik. Viszont az asztrozófia a csillagok, tehát erre így rávetítjük a csillagos eget, a teremtő fény üzeneteit. Tulajdonképpen a csillagok azok, amik bevilágítják az univerzumunkat. És hogy azt gondolom, ahol ennyi fényesség van, az nem véletlenül látható számunkra. Abba kódolta a teremtő azt az információt, ami segít nekünk. Amit, hogyha felnézünk az égre, látunk. Megint csak semmi nem kell hozzá, hanem egyszerűen tudunk hozzá magunktól kapcsolódni. Tehát tulajdonképpen ez a különbség, hogy a zodiákus ez egy fixen, tehát egy lefixelt, ugyanolyan minden 30 fokonként van a 360 fokos körben a 12 zodiákus jegy. Az asztrozófia pedig összesen 88 csillagképet értelmez. Ebből 14 az, ami a nap útját érinti. Viszont nem ugyanolyan méretűek, hogyha szintén felnézzünk az égre, látjuk, hogy a szűz csillagkép ekkora, a kos meg egy picike. És megint csak az asztrozófiában nem beszélünk ártó hatásokról, betegségbolygókról, meg hasonlókról, hanem az a törekvés, hogy a születtet felhangoljuk a magasabb verziójára. Itt is van. Az aszcendens
hogy mi jelöli az ascendenst. Ez tulajdonképpen a napkelte. Tehát reggel, amikor felkelt a nap, akkor ma az ikrek zodiákus, és egyébként a rák csillagkép volt, tehát hogy azzal találkozott. Az ascendenssel szemben a descendens pedig a naplemente, tehát a nyugvópont. Igen, ez teljesen, mondtad, hogy bonyolult. Vannak olyan minőségek, amiket minimális ismerettel meg tudunk állapítani, hogy hol kel fel a nap, hol nyugszik le a nap, és akkor éppen az melyik csillagkép revetíthető. Hát az egyik verzió az, hogy a születési képlet elemzés, ami azt gondolom, hogy az messze nem szükséges évente, hanem mondjuk 20 évente. Tehát, hogy nyilván az alatt a 20 év alatt sokat változol, más dolgokat domborít ki valaki. Viszont igen, itt is lehet azt, hogy a úgynevezett tranzit elemzés, ami arról mesél, hogy éppen most, ebben az időszakban mi az, ami történik veled, benned. Ugyanúgy le lehet bontani korszakokra az egyén történetét, mint globálisan. Hát ugye azzal, hogy az asztrozófiában a csillagképekkel is dolgozunk, és hogy azoknak más üzenete van, mint a zodiákus jegyeknek. Nem tudom, hogy láttál-e már képletet. Olyan ugye, mint egy ilyen mandala, egy kör, és tele van mindenfélével. Erre a körre tulajdonképpen rávetül az a sok csillagkép, ami... És a fényszögek pedig a bolygók között jönnek létre, tehát hogy azok adottak. Tehát hogy ez a mérhető része, hogy ki lehet számolni, hogy az egyik bolygó itt van, meg ott van, akkor milyen távolságra vannak egymástól. Viszont ugye van egy olyan nem mérhető része, ami egy ráhangolódás, egy meditáció során születik meg abban, aki készíti a képletet. Tehát tulajdonképpen ez az, amiben mást ad. Mondjuk, hogyha a jelen időszakról, a jelen napokról beszélünk, akkor hogyha azt nézzük, hogy a zodiákus szinten mi van, akkor ugye az ikrák zodiákusban van a nap. Hogyha megnézzük ezt csillagképileg, akkor most lépett be a rákba. Más témákat hoz. Illetve a tejúton van, ami szintén egy plusz információ, amivel az asztrozófia dolgozik, hogy mikor, milyen bolygók mikor vannak a tejúton. Mert a tejút az egy olyan, azt mondják, hogy az Istenek útja, akkor egy plusz lehetőségünk van arra, hogy egy magasabb minőséget, egy magasabb szintű energiát tudjunk működtetni. Amikor most a nyári napforduló volt, akkor ez a tejúton történt. Viszont ez egy asztrológiai képletből, hogyha ezt nem látjuk. Illetve amit szintén nem látunk, az, hogy a Nimród csillagképbe történik mindez. A Nimród csillagképről szintén az asztrozófia beszél. A Nimród az uralkodó, aki uralja az eget és a földet is. Ezek megint csak belső minőségek. Hogyan tudom én az életemet úgy uralni, hogy megvan a szellemi erőm, a lelki erőm, és közben az anyagban is stabilan állok. Abban is ott vagyok. Az anyag szintjén is működtetem az életemet. Jó a munkám, jó a fizetésem,
boldog vagyok. Ezek, és ezzel együtt ott van a szellemi fejlődésem és a lelkemhez való kapcsolódás. Ezt üzeni nekünk a Nimród. Ja, bepontosítást kérdezték, hogy igen, itt is pontosítunk. Tehát, hogy pontosan mi az az időpillanat, ami... Mert általában az szokott lenni, hogy a kórházokban felírják azt, hogy 8.30-kor született a baba, és akkor ez lehetett 8.40 is, vagy 8.22 is, viszont ugye hát az ég folyamatosan mozog, a bolygók folyamatosan mozognak, nem mindegy, hogy most melyik van. De... Mennyi eltérés van? 4 perc az 1 fok. Ez körülbelül 1 év. Igen. És ez... Persze. Hangerült. De hogyha nincs több kérdésetek, tudunk mikrofon nélkül is beszélni.